Lelkesen mutatták be az Adai Műszaki Iskola diákjai az intézménybe érkező vendégeknek az anyaországi támogatással vásárolt új eszközöket. Sokkal nagyobb, jobb, erősebb, mint az eddigi marógépünk. Sokkal gyorsabban lehet vele egy munkadarabot legyártani, mint az eddigivel. A teljesítménye is sokkal nagyobb, a munkatere is sokkal nagyobb. Az intézmény életében óriási előrelépést jelentenek a mostani, több szakterületet felölelő fejlesztések. A gépészet és fémmunkás szakterületen vásároltunk egy szemjegyvezérlési marógépet, amely nagy hasznunkra lesz mind a 3 éves, mind a 4 éves képzésben részesülő tanulók számára. Az autószerelő diákok számára vásároltunk egy futóműbeállító berendezést, valamint egy személygépjárművet, amely segítségével tudják gyakorolni az autódiagnosztikának a használatát. Emellett még számos modern munkához szükséges eszközt vásárolt az intézmény. Társalapítója a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt céljának tekinti a szakképzés, illetve a duális képzés fejlesztését. A szerbiai oktatáspolitikát megelőzve, ahol csak most kezdik a duális képzésnek a jelentőségét hangsúlyozni, mi már megvalósítottuk ezt, elindult ez a folyamat, és hát ebben az Adai iskola meghatározó szerepet játszik nyilvánvalóan. A tanműhelyek felújítása és a berendezések megvásárlása a magyarországi miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának köszönhetően valósult meg. 18,3 millió forinttal támogatták az Adai Műszaki Iskolát. Úgy gondolom, hogy fontos helyre került ez a fejlesztés, mert számunkra nagyon fontos az, hogy a szülőföldön tudjanak boldogulni az itt élő emberek, és ennek az egyik lépése az, hogy olyan szakmát, illetve végzettséget kapjanak a gyerekek, amivel el tudnak helyezkedni, illetve boldogulni tudnak. A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága tavaly hirdette meg a külhoni magyar szakképzés évét. A programmal a Kárpát-medencei szintű gazdaságfejlesztéshez kívánt hozzájárulni. Ennek elengedhetetlen eleme, hogy a diákok a tanulmányaik során megfelelő mértékű és színvonalú gyakorlati képzésben részesüljenek. A program idén is folytatódik.